A tartományi költségvetésről teljes egészében tavaly decemberben döntött a vajdasági parlament. Akkor valamivel több mint 75 milliárd dinárban határozták meg azt. A mai harmadik módosítást követően a büdzsé 82,5 milliárd dinárt tesz ki. Ez az eredmény elsősorban a jól kigondolt és felvázolt ügyviteli és gazdasági politika hozadéka, az üzleti légkör pedig biztos alapot képez a befektetések terén. Ilyen szempontból nem meglepő, hogy az ország az idén 7%-os gazdasági növekedést ért el. A nyereségadóból befolyt 800 millió dinárt az egészségügy fejlesztésére fordítjuk. Dobó István, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője elmondta, hogy mire fogják elkölteni ezt a pénzösszeget. A költségvetésnek a legfőbb bevétel, amelyik miatt a változtatást meg tudjuk ejteni, ez pedig nem más, mint a nyereségadók, a cégek által befizetett nyereségadók, amelyek jobban alakultak, mint ahogy tavaly tervezték az év folyamán. És így most az utolsó költségvetésre mint egy plusz 800 millió dináros eszközt tudunk biztosítani, ami nem megy másra, mint a Kamenicai három klinikai központnak az építésének a befejezésére. Nem támogatjuk a költségvetés módosítást, habár elmondhatom, hogy a mostani átcsoportosítás a legkevésbé kifogásolható. Nincs ellenvetésünk a Kamenica három épületének befejezését illetően, de szerintünk a költségvetés módosítása rossz elsősorban a nagy beruházások és más egészségügyi projektumok miatt. Az elmúlt időszakban számos kritikát fogalmaztunk meg az eszközök besorolásával és a pénzek elköltésével kapcsolatban. A parlament elfogadta a tartományi mezőgazdasági fejlesztési alap tavalyi évi munkajelentését is. Ezt a VMS képviselő csoportja támogatta. A mezőgazdasági fejlesztési alap az elmúlt 20 év teljesítménye alapján igyekezett abban, hogy 11 kölcsöntámogatással támogatja a kis és közepes szintű gazdaságokat, és fontos elmondani azt, hogy a természetes személyek közében 80 ilyen sikeres pályázat tudott 2020-ban bejönni, amelynek több mint fele meg is valósult, ez összesen 155,2 millió dinárt jelent egész Vajdaság autonóm tartomány területén. Az említett témák mellett a vajdasági parlament elfogadta a vajdasági garancia alap 2019-es és 2020-as évi jelentését is.